Bárcsak sokkal több ilyen mérkőzést játszanánk, mert rengeteg fejlődési lehetőség van ebben. Három ilyen mérkőzése még biztosan lesz a BL csoportkörben a Ferencvárosnak, amely a barcelonai 1-5 és a Dinamo Kijev elleni 2-2 után szerda este 4-1-re kikapott a Juventustól. Sigér Dávid és társai a Puskás arénában Ronaldóik ellen ismét megtapasztalhatták, mi az, amiben Európa top csapatai jobbak a magyar bajnoknál. Persze könnyű azt megbeszélni, hogy gyorsabban kell játszani ellenük, mert erősebbek, meg gyorsabbak, robbanékonyabbak, de amikor ezt érzed a pályáról, hogy amikor ott vagy, és már mondjuk nincs annyi szufla, bár azt mondom, hogy egész jó erőben volt a csapat, de itt elég, ha csak egy méterrel is elcsúszol, egyből kihasználják. A Juventus pedig ki is használta. A 7. percben már vezetett a vendégcsapat, majd Dibusz Dénes 2 hazaadott labdánál elkövetett bizonytalanságát is kihasználva meg sem állt 4-ig. Serhii Rebrov vezető edző bosszankodott is a végeredmény miatt. Ugyanúgy csalódott vagyok az utolsó két bekapott gól miatt, mint korábban a Barcelona ellen. Ilyen ellenfelek és olyan játékosok ellen, mint Ronaldo, végig nyomás alatt van a csapat, előfordulhatnak hibák. Adok egy alapvető stratégiát a csapatnak, de azt én nem mondtam, hogy folyamatosan passzoljanak vissza a kapusunknak, Dénesnek. A probléma, hogy a játékosok elfáradtak, és ha elfáradnak, hibázhatnak. Kérdezzék meg Sigit, mit érez ilyenkor? Amikor már fáradunk, és a fej nem annyira tiszta, és a láb mondjuk nem mindig, lábban nem sikerül mindig azt megcsinálni, amit amúgy látsz, hogy mit kéne csinálni, de már nem olyan a mozdulatgyorsaság, akkor igen, ezen a szinten jön az, lehet, hogy gyengébb a passz, pontatlanabb a passz, vagy esetleg lassan nyúlsz a labdára, és addigra elviszik. És azt éreztem, hogy addig ezek a hibák igazából nagyon nem voltak meg, amíg nem kezdtünk el fáradni. Persze nem csak a fáradtság okozhat gondot, hanem az is, hogy a Juventusban extra képességű labdarúgók szerepelnek. Vannak olyan képességek, amivel ők meglettek, mi meg nem, vagy mondjuk én nem. Nézzük csak úgy, és ezt már, tehát azért nehéz így lemásolni azért, mert hogy látom, hogy ő mit csinál, inkább azt látom, hogy a mi csapatunkon belül mit lehet még jobban csinálni, és miben lehet fejlődni, mert igenis van potenciál a csapatunkban, és olykor én játékosként nagyon élveztem a játékot, és úgy éreztem, hogy voltak olyan támadásaink, amiket úgy építettünk fel, ahogy mi akartunk, ahogy edzésen gyakoroltuk. Andrea Pirlo a Sport24 kérdésére arról is beszélt, hogy a későbbi években lehet-e ismét helye a Fradinak a BL csoportkörben. A Fradi egy fiatal csapat, de már most komoly játékerőt képvisel, ami a selejtezők során elért eredményeiből is látszik. Biztos vagyok benne, hogy a későbbiekben is főtáblára kerülhet, ha továbbra is így futballozik, de egyelőre még erre az idényre kell koncentrálnia, hiszen jó pár mérkőzés hátra van még. És csak ezek után mérheti majd fel igazán, hogy hosszabb távon milyen célokat tűzhet ki maga elé. A folytatásban ismét a Juventusszal meccselnek Rebrovék, a torinói találkozó után, aztán Budapestre jön majd a Barca, végül pedig Kijevben zárulnak a BL főtáblás. Köszönöm.